Lelőtték Fernando Villavicencio ecuadori elnökjelöltet, amikor éppen a kampány rendezvényéről távozott. Mindez néhány nappal az ecuadori választások előtt történt, amelynek központi témája az országban dúló egyre súlyosabb erőszak és bűnözés. A merénylet utáni lövöldözésben a gyilkosság gyanúsítottja meghalt. Fernando Villavicencio a 8 elnökjelölt egyike volt, de nem a legesélyesebb. Azonban múlt héten azt mondta, csapatát megfenyegette egy drogkártel vezetője. A kis dél-amerikai államban a rivális kábítószerkereskedő bandák közötti háború elfajult. 2020 és 2022 között több mint kétszeresére nőtt a gyilkosságok száma az országban.